A klub részéről már régóta tervezzük, hogy szervezünk olyan estéket, amikor meghívunk különböző paksi labdarúgáshoz, paksportjához tartozó személyiségeket, vezetőket, edzőket, hát, és olyan személyeket, akinek valamilyen szerepe van, akár gazdasági vezető paks sport életébe, vagy a közvetlenül a lakosság, közönség is hát, találkozzon velük. Az említett elképzelésben remekül passzolt Tomislav Szivics, az MVM Paks labdarúgó csapatának vezetőedzője, aki 3 hónapja irányítja a zöld-fehérek munkáját. A vajdasági trénerről köztudott, hogy nyitott ember, véleményét markánsan fogalmazza, így őszinte beszélgetés zajlott az Erzsébet nagy szálloda kávéházában. Ez egy közös munka, és csak együtt tudunk működni összesen, szóval szurkolók, szponzorok, vezetők. Egymás nélkül az nem fog menni, szóval én nyitott ember vagyok, és akárki, akár milyen kérdés fölteszi, nekem kell válaszolni. Szóval nagyon tiszteletem mindenkit, és szurkolók egy legfontosabb rész az egészben, azért mert ez a foci szurkolókról szól. A Paksi Labdarúgó Klub estjén a megjelentek sok témát érintettek, így a csapat korábbi szereplését, Merről Szivics mester elismerően beszélt, de hallhattak az MVM Paks magyar játékosairól, a gárda őszi teljesítményéről, a klub stratégiájáról és a bajnokság színvonaláról is. A PLK következő ankétját 2013. februárjában tervezi, akkor egy sportvezetőt invitálnának estjükre.